Sziasztok, ez a Gaming the Ping, és visszatértünk a RimWorld-höz végre Valhallára, mert már elég sok időt eltöltöttem ezzel a játékkal az elmúlt időszak óta. Látható, hogy rengeteg mindent haladtunk, és rengeteg történés volt azóta, hogy felépítettük a kis falunkat, és most már láthatóan tovább jutottunk ennél. Igen, szóval nem igazán bírtam ki, hogy ne játsszak vele, de nem is akartam elárasztani a csatornát RimWorld videókkal. Viszont... Itt van ez a templom, amit legutóbb meséltem, hogy meg fogok építeni. Ez tényleg egy ilyen kolostorszerű, vagy nem tudom, valami ehhez hasonló felépítésben készült el, de látható, hogy most egészen nagy káosz van benne. Úgy néz ki igazából, mint egy ilyen menedéktábor, mert tulajdonképpen tényleg válsághelyzet van a játékban. Az a helyzet, hogy nem csak, hogy megtámadtak minket ilyen ostromágyukkal itt éjszakon, az ágyú még mindig itt van, nem tudok egyszer mit csinálni vele, nem tudom, hogy kéne eltüntetni innen. De igazából egyelőre nem is akartam foglalkozni vele. Láthatjátok viszont még, hogy egy ilyen hatalmas kert, egy ilyen templomi kert van itt készülőben, ami tényleg baromi jól fog kinézni, hogy elkészítem hozzá az utakat, meg mindent. Itt fogom a termelést igazából végrehajtani, a sima mezőgazdasági termelést is egyelőre, de később, hogyha már nagyon menő leszek, akkor gond nélkül meg tudom majd egyébként virágokkal, vagy valami csak, meg ilyen székekkel, hogy tényleg... Arról szóljon az egész, hogy minél nagyobb, indokolatlan dolgokat építhetünk, mert attól nagy egy birodalom, hogy megteheti. És nekem pont ez volt a célom a templom megépítésével. Amint láthatjátok, rengeteg ilyen szék van benne, ami teljesen indokolatlan a RimWorld-ben, tényleg abszolút haszontalan az egész, mégis, mivel egy templomot szerettem volna megépíteni, úgy döntöttem, hogy annak teljes fényében kell majd működnie, tündökölnie, és ahhoz kellenek ezek a berendezési tárgyak, rengeteg fákja, ami tényleg rengeteg fába került, és hát az a rengeteg szék, ami tényleg rengeteg fába került, és tényleg semmi funkciója, csak megépítettem, mert össze tudtam hozni ezt a monolitot. Valahogy úgy van, mi olyasmi fogott el, mint tudom is én az egyik több fáraókat a piromosok építésekor, csak hát nyilván ez nem egy akkora munka, de mégis ilyen játék elén az első kisebb falumnál ez kb. Ezt tükrözi, ez a létesítmény. De egyébként most a válsághelyzet, meg az, hogy itt ez a sok bölény bent, ez azért alakult így ki, mert kint ilyen mérgezett, ilyen savas, vagy nem tudom, mérgező csapadék van, és az összes állat kipusztult a környéken, ez egy ilyen random esemény volt, és... Ezért kénytelen voltam behozni az állatokat a templomba, és igazából az embereket is egy helyre próbáltam meg összesülíteni, de ennek már véget vetettem, mert a legtöbb állat visszaraktam a helyére, de itt ilyen sorakoztak az ágyok bent, mindenki itt a templomban élt, és sokáig nem mentünk ki. Aztán rájöttem, hogy igazából muszáj kimenni, mert ez egy hónapig is eltartott ez a mérgező csapadék, és... Egyszerűen muszáj tevékenykedni, úgyhogy azt csináljuk, hogy most néha kimennek az emberek, és aztán pedig sok időt eltöltenek bent, hogyha nagyon veszélyesen áll a mérgezettségi szintjük, akkor igen, akkor teszünk ellen, de itt látható, hogy az egészség, például mérgezés első eset, nem nagy szám, na viszont elveszett Wasp-nak a mérgezési szintje közepes. És egyébként pedig, legutolsó epizódunkban bélgyíkos Rinyik, már szerepet, ő jött el hozzánk, ő volt az, akit megmentettünk, viszont azóta kaptunk két új embert. Kaptunk egy örjöngő csócsót, nem tudom, hogy keletén ezt a cócó nevet, örjöngő cócó, mint egy malac, vagy valami, szóval nem tudom, legyen kokó, vagy csócsó, nem tudom. Ja, legyen kokó. Jó van. Szóval örjöngő kokó, társult be hozzánk így a bandánkba, a falu népéhez, azért neveztem el így, mert ő egy ellenséges támadó. Klánnak volt az egyik tagja, akiből megöltük az összes többi tagot, és jó volt az egyetlen, aki túlélte, ebbe börtönöztük, és sikeresen átállítottuk magunkhoz. Viszont volt egy pillanat, amikor egyszer nem bírta tovább a fogságot, és elkezdte fejjel verni a falat. És sikerült végül is másodjára is levernünk, és aztán megint bebörtönözni, de ezért kapta ezt a nevet, hogy ő az őrjöngő. És itt van Mary nővér, aki egy törzs elől menekült el, azért, mert hittérített arra felé, egy ilyen hittérítő volt, egy ilyen vallásos ember, nő, és ja, üldözték, úgyhogy őt megmentettük az üldözőjelől, és ezért befogadtuk. Na, viszont a jelenlegi helyzet az, hogy a savas eső kipusztott minden élőlényt a környéken, és nagyon-nagyon sok húsunk valami egy nap múlva megromlik, úgyhogy ezzel ellen tennem kell, mert tényleg ezeket nagyon-nagyon nagy kár lenne veszentőbe hagyni, viszont ezt a mennyiséget az életben nem dolgozom fel. Úgyhogy egyetlen megoldás van ennek érdekében, az, hogy minél előbb megpróbálom feldolgozni, és szárasztáppá alakítom, vagy bármilyen kajával ezeket a húsokat, és akkor úgy tovább el tudom tárolni őket.
Talán a száraztáp lenne a legjobb, mert a bölényeknek rengeteg száraztápot tudnék ezzel biztosítani. Hát ők is húst tesznek annak ellenére, hogy zöldség, hogy növényevők. Hogyha egy ilyen zöldségekkel kevert húskészítményt adunk eléjük, akkor azt nagyon, nagyon finoman megeszik és jól el vannak. És mivel a templomban nem tudnak legelészni, a szabadban meg nem mehettek ki a mérgező a csapadék miatt, ezért kénytelen vagyok száraztápot nyomni eléjük a templom kövére. Na, szóval tehát akkor az első feladatunk az lesz, hogy egy raktárterületet jelölök itt ki, így, és ezt meghatározom élelemnek, csak élelemnek. És szépen mindjárt áthordjuk az összes dolgot innen. Ezt a raktárterületet megszüntetem, és azt mondom, Merli nővérnek szerintem talán ő képes lenne rá, de mondjuk közepes mérgezésben van, az nem olyan jó. Igen, őrjöngő kokó, na ő lesz az, akinek azt mondom, hogy burgonya cipelésben kéne jeleskednie. Bár az is igaz, hogy ő szárasztápot gyárt, ami egy nagyon fontos feladat ebben a helyzetben. Úgyhogy igen, tűzrakó Astridet fogjuk akkor arra buzdítani, hogy vigyen át egy nagyobb adag burgonyát. És nem értem, hogy nincs beosztva rá a cipelés. Erdész, takarító, kutat, pihenés. Valakire nincs pihenés beosztva, úristen, az milyen kegyetlen vár. Na, cipelés, hol a cipelés, ipros, rakodó, be van osztva rá, jó, remek. Akkor nem értem, akkor miért nem tudom azt mondani neki, hogy igen, vedd el cipelés, oké. Okay. Jó, igen, és táncos Dala, ő is szerintem enyhe mérgezésben van, úgyhogy ő is akkor egy kis cipelést nyomasson. Átcipelünk két adag burgonyát, elméletileg... Ohohohoho, nem jó, ha ide történik a cipelés. Most akkor hova vinnéd? Á, ilyenkor megzavarodott és inkább abbahagyta ezt a feladatot. Annak nem örülök annyira. Ezeket az átgondolatlan kisebb raktárakat igazából meg kéne szüntetnem. Ez itt milyen raktár? Ide étel, élelem jön. Aha, ide minden jöhet megint. Aha. Jó, ide csak száraz tápot állítok akkor be, mert ezt tényleg azért hoztam létre, hogy a bölényeknek ide rakják ki a kaját. Na, hát nagyon fontos, hogy a raktárakat jól állítsuk be igazából, igen. Jó, de én úgy látom, hogy jó lesz. Na most akkor átadom a feladatot, hogy cipeljen. Jó, és begyikos nyílik pedig főz, az nem rossz dolog, abszolút nem rossz. Csak ugye tényleg az lenne a legjobb, hogyha ezt a rengeteg húst minél belgyárthatnánk. Kint persze hatalmas a hőség, mert egy hőhullám is elkapott minket így a nyár 8. napján. És az azt jelenti, hogy kint ilyen 50 fok körül van a hőmérséklet, és ez az, ami igazán meg fog minket szivatni most nem sokára, mert az embereim elkezdenek majd kidögleni. Szóval így ezzel a mérgező csapadékkal, és kombinálva ezzel a hőmérséklettel, ezzel a magas hőmérséklettel, ez az első komoly válsághelyzet, amiben már belebuktam egyébként. Szóval ez egy elmentés, amiben megpróbálom kijavítani azt, hogy először próbáltam kezelni ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy fát fogunk vágni, és mindjárt Vándor Arnort ráküldjük erre a feladatra, hogy fát vágjon. És hogyha kivágta a fát, akkor építünk magunknak egy ide, ebbe a terembe, lebontjuk ezt a kutatóállomás, most kénytelenek vagyunk, és ide ágyakat fogok behozni, és ide építünk egy hideg szobát, ahol átvészelhetjük nem a telet, hanem ezt a hőséget, ezt a nagy hőhullámot. Úgyhogy ez az egyetlen megoldás, mert különben nagyon hamar kidöglenek az embereink. És Baltás Szigrid szegény ágyhoz lett kötve. Nem beteg, nem sérült, hanem egyszerűen nem képes járni. Szóval maximálisan jól érzi magát, a szükségletei tökre ki vannak elégítve, hát többé-kevésbé, szörnyen érzem magam, jól van, ezt akkor jól előadtam, igen. Nem az a helyzet, hogy eltörött az egyik felkarcsontja, és lelőtték az egyik bal lábát, úgyhogy innentől kezdve nem tud járni valamiért. Valamivel pótolni kéne azt a lábat, vagy valami, de az lényeg az, hogy ő innentől kezdve nem hasznos, ott fekszik egész nap, és gyakorlatilag így fog megöregedni, hogyha nem találunk valami megoldást erre. Na jó, viszont vannak itt emberek, akik nem hasznosak, akik nem azt csinálják, ami a legjobb lenne. A burgonya cipelése rá kell raknunk. Hoppá, ide került a burgonya. Miért került ide burgonya? Aha, mert itt van egy ilyen nem korrekt raktárterület. Na nézzük, hova viszed a burgonyát, kérlek, mondd meg. Cipeld a burgonyát. Az lenne a cél, hogy átcipelje a burgonyát a húsok mellé. És pontosan ez fog történni most, igen, mert akkor gyorsabban tudunk dolgozni a húspultnál.
Erős összeomlás veszély. Az nem király? Ó, hogy nem eszik? Oké, akkor elvesszük neki a fő feladatát, és innentől kezdve gondolom gondoskodik magának az evésről és pihenésről, akkor őt le kell váltani. A tűzrakó Astrid az meg hűségben alszik, az nem király ugye, mert még nem osztuk létre azt a szobát. Ami hideg szoba lesz. Viszont, hogyha egyetlen egy ilyen hőmérséklet szabályzó dolgot lerakok a szoba közepére, most segíteni fog nekünk abban, hogy leütsük a szobát. És ezeket az ágyakat meg szépen átpakoljuk ide. Így. És akkor innentől kezdve 6 emberünk legalább nem kell, hogy hőségben aludjon, a többivel nem tudom mi lesz, de azt majd később kitalálom. A lényeg az, hogy a kolóniák nagy részének valahogy fenn kell maradnia. Igazából bemehetnek üssölni mások is. És itt ez a rengeteg disznó, meg elefánt, ami igazából már szerintem rohadó is, igen, szóval ezeket el kéne távolítani innen. Úgyhogy innen majd kiveszem ezt, hogy innen állatkot is tegyünk, mert az a helyzet, hogy gyorsan begyűjtöttem az összes állatot a környékről, mert innentől kezdve nem lesz állat, szóval itt van egy csontváz. Ez a mérgező eső csapadék, ez kiirtotta az egész állatvilágot a környékről, és egyedül, hogyha nem viszem be a marhákat a templomba, akkor ők is meghaltak volna igazából. Vándor Áron, mi a fenét csinál itt? Játszik? Szép. Dolgoznod kéne, ember? Jó van. Most rohadtul nem érünk rá ilyen apró dolgok ki. Mi a fene? Ezt le kéne telepíteni ide, barátom. Jó, öreg Blomwulf megoldja, öreg Blomwulf. Jó, és igazából le is lett gyártva ez a hűtő egység, és úgy látom, hogy a szobát már lehűtötte 39 fokra, úgyhogy az már nem egy olyan vészes hőmérséklet. Itt egyébként minden lesz gyártva, szóval ezeket a kerteket elvileg már elkészítettem. Remélem legalábbis, hogy nem kell újra meghatározom, hogy itt mi lesz. Szóval itt kokacserjét fogunk, rizst, burgonyát, és ilyen ördög fonálgombát fogunk termeszteni, kukoricát, meg kendert, hát mindenféle káros növényt is egyébként, gyógyszereket is, és persze komlót is, hogy sört készíthessünk. És persze, hogyha a templom kifejlődik, és már nem lesz akkor a funkció, akkor gyakorlatilag rengeteg sört fogunk benne készíteni, mert az egy olyan feladat, hogy a bor készítés, az alkohol készítés az megfelel szerintem a templomnak, mint egy ilyen feladat. Megtámadtak minket ilyen mechanikus, kaszás lények is, úgyhogy az ő hullájukat ide elhordtam, meg hát itt vannak a korábbi támadóink hullái. Azt a temetőt meg kéne szüntetni, ami itt van, mert ebből látszik, hogy hány támadónk volt az elmúlt időben, majd szépen megszüntetjük ezeket a sírokat. Na jó van, azt mondja, hogy szerintem ezt a problémát egészen jól fogjuk tudni kezelni, most már egészen sok ágy van itt, ez így rendben lesz. Ezek itt hűtött ágyak, egy-két embernek még gondoskodni kéne arról, hogy ne aludjon hőségben. Viszont ehhez nem tudom, mit kell csinálni. Az a baj, hogy nem tudom lehűteni ezt a termet, úgyhogy nem tudom gondoskodni arról, hogy a húsok ne romoljanak meg. Vándor Árnónak kéne száraz tápot gyártani, igen, de ez teljesen rendben van, jó. Viszont az állatok szétbontását kivesszük, és csak a száraz tápgyártás lesz az elsődleges innentől kezdve. Sőt, és neki ezt olyan prioritásba helyezzük, hogy csak ezzel foglalkozzon minden előtt. Jó, Bérdékos Rinyik pedig finom ételt kell. Először is töltse fel a tüzelőrendszert, és csak finom ételt fogunk csinálni, ami azt jelenti, hogy húsokat kell hoznia hozzá. Itt van egy rakás hús, ez igaz, de azt tenném ez esetben, hogy kiveszem innen ezt a két raktárhelyiséget, és mindjárt szólunk valakinek, aki képes pakolni, és nem alszik, mondjuk Táncos Dalának, aki most nem végez olyan nagyon hasznos munkát, hogy a húsokat cipelje el. Nincs engedélyezett terület, persze, mert nekem ide létre kell hoznom egy raktárterületet először. Igen, és innentől kezdve ez a raktár képes élelmet fogadni, és akkor idevel hozhatjuk a húsokat majd. De igazából csak a húst hoznám ide. Nyers ételek közül is. Szálasztább széna, jó, ezek jók itt. Állati termék, az is maradhat. A húsokat kiveszem. Jelen pont, hogy a húsokat tartom meg,
és a zöldségeket kéne kivenni, igen. És akkor a zöldségeket majd szép lassan átpakoljuk ide a hentes részhez. Mert hát így látjátok, hogy így megépítettem, közben elkezdtem építeni a falut. Szóval van egy szép utunk, amit homokkőből raktam le, és akkor itt van egy ilyen kis szabóműhely, itt van egy ilyen fogadó, amit nagyon nagy kihívás volt úgy kialakítani, hogy ilyen pici legyen, de mégis fogadószerű, de vannak benne faoszlopok, meg ilyen faoszlopok a szén egy ilyen teraszon, és itt vannak általuk a kis fogadós szobák, amiben jelenleg azok a lakosok laknak, akiknek nincs saját házuk, mint például a hentesnek, akinek már van egy saját otthona, meg itt is lenne egy saját otthon, hogyha Sigrid nem töri szét magát. Na jobban, Mary nővér fog pakolni húsokat. Igen, a húst, ezt a húst cipeld el, barátom, meg te is ezt a húst. Jó, arra figyelnem kell, hogy azért ne legyenek túl betegek, mert tényleg akkor nagyon sokáig ágynak esnének sok időre, de egyelőre. Most a hús megmentése a legfontosabb, hiszen nagyon sokáig nem lesz húsunk, ugye, mert az összes állat ledöglött a környékről, úgyhogy annyi húst kell összeszednem, amennyit csak lehet, hogy minél több szárasztápot tudja készíteni majd. És valaki, aki képes főzni, és nem alszik, az... Aha. Ja igen, finom ételt főz, bérgyékos rinyik, igen. Ezt így ki is adjuk neki feladatba. Ugye, hogy csak ezzel foglalkozzon. Mondjuk azt a két húst ledobta, de szerencsére itt van már egy rakás hús, úgyhogy ezzel nem lesz gond, hogy a húsokat akkor behoztuk ide. És ez egy nap múlva megromlik, úgyhogy még van időnk foglalkozni vele. Erős veszély, milyen veszély? Összeomlás veszély. Vándor Arnoldnak mi a problémája? Én nem látom, hogy problémája lenne. Finomat. Ja, hoppá, most ráfrissült. Közepes fájdalom, rendkívül melege van. Hát igen, mert ugye ő hőségben dolgozik. Hoppá, ki az, aki még össze akar... Á, igen, Vándorárnál össze akar romlani. Ezt nem hagyhatjuk, úgyhogy szerintem az ő munkáját le fogjuk váltani. Egyelőre behozzuk szerintem. Behozzuk akkor majd. Ha elkészült az a szárasztápodok, akkor átvisszük máshova. Viszont kéne valaki, aki kipihente magát, mondjuk Tűzrakó Astrid. Oké, úgy lehet tudom, hogy egészen jól kipihente magát. Elveszett Fász mit csinál? Mondjuk ő is jól tud főzni, ha jól tudom. Nézzük csak. Főzés? Hát nem, akkor nem ő volt az. Valaki képes erre, de úgy látom nem ő. Hát takarítani is kéne, és Mary nővért alapvetően takarításra osztottam volna be, csak ugye most a favágás miatt előre kellett venni ezt a feladatot is. Mondjuk legyárthatunk ide, erre a munkaállomás mellé szintén egy ilyen hőmérséklet szabályzó dolgot, és akkor nem lenne olyan meleg annak, aki tüsténkedik, sűrök forog ebben a hentes bódéban. Úgyhogy végül is ez egy logikus dolog lenne. És nem tudom, hogy szóval kéne legyártani ide hátra, vagy ide középre. Tehát szerintem jobb lenne talán ide. Itt nem foglal olyan sok helyet itt a indokolatlan területen. Végül is tényleg nincs semmi. Mert lővél talán ezt össze is rakhatná, bár nem biztos, hogy ő képes rá. Aha, öreg Blond Wolf már rárepült erre a feladatra. Jöttük, hogy azt mondom, hogy Mary nővér pedig cipeljen fát. Igen. Az fontos ugye, hogy akkor a fát azt mielőtt behordjuk a helyére. Mert különben ilyen egyenként rolgálnak elérte, ami tök nem hatékony. Ha valakinek kell fa, akkor kimegy a placra fáért, de csak kettőt hozzá, vagy hármat, amennyi éppen kell neki. Úgyhogy az annyira nem király. Na, de akkor lényeg az, hogy itt megy a főzés, minél több húst fogunk hasznosítani. Az a helyzet, hogy ezek a kaják is megromlanak, de ezért mégiscsak 3 nap múlva. Úgyhogy az nem olyan nagy gáz. Inkább maradjon itt 3 napig, mint hogy 1 nap múlva tönkre menjen. Jó, és akkor nézzük, hogy hova készíthetnék még ilyen hűtőegységet, de szerintem ide lehetne rakni egyet ebbe a szobába. Viszont ezt a növényt akkor kivágjuk. Jó van, azt mondom Mary nővérnek, hogy hagyja azt, amit most csinál, és ezt vedd előre vágás, a 75 fából pedig majd szépen legyártja magának azt idebe, ezt a passzív fűtőt, és akkor legalább Tűzakó Astrid nem fog melegben aludni legközelebb, úgyhogy ezt gyorsan összeépítjük neki ide, és ez ilyen 4 napig itt lesz ez a dolog, úgyhogy remélem 4 nap múlva a hőhullám már megszűnik, és akkor nem lesz ilyen kritikus a helyzet. Aztán később ki kell találnunk valamit, hoppá, ezt le is kell bontani, akkor úgy látom. Nincs beosztva rá építés, úgyhogy ezt akkor átalakítjuk Mary nővérnek a beosztását, és odaadjuk neki az építész feladatot is, hogy akkor ezt meg tudja oldani, ezt a feladatot, itt van, és akkor most már lehet. Jó, és amit lebontotta ezt, akkor rögtön ideépítünk a helyére egy ilyen hűtőegységet, egy ilyen passzív hűtő dolgot, ami igazából víz elpárologtatásával
dolgozik. Bár ennek a megépítését inkább öreg Brondwulfra bíznám, mert ő az, aki a nagy építőnk, aki tényleg remek képességekkel bír az építés terén, és már rá is cuppant a feladatra. Vanturano viszont felébredt, úgy látom, vagy nem tudom, most összeomlás veszélyben van? Szerintem igen. Igen, igen, nem kéne hagyni. Jó, akkor őt beküldjük ide a hűvös szobába. Elküldeném pihenni, de sajnos az úgy nem igazán működik. Biztonságos hőmérsékleten várkozik Mary nővér, ugye bement egy szobába automatikusan azért, hogy ne kapjon hőgutát, ami tök jó igazából, mert innentől kezdve, hogy van egy ilyen szobánk, a karakterek gondoskodnak arról, hogy ne tartózkodjanak sokáig külső területeken, ahol nagyon melegük van, nehogy végül kidőljenek a hőségben. Egyébként látszik, hogy Vándorárnónak egy ilyen kis uzi van a kezében, és itt van egy mesterlövész puska is, ezeket így a modernebb támadóimtól loptam el. Egyébként tökre nem tudunk még ilyeneket gyártani, úgyhogy abszolút nem arról van szó, hogy felfejlődtünk volna egy ilyen technikai szintre. Nézzük, táncos dalat, te tudsz készíteni kaját, nem? Nem, tökre nem tud. Ő látom, igen, abban arra szeretne rámenni, hogy akkor ide... Aha, nem. Inkább cipeld a húsokat el, az egy fontosabb feladat lenne. Öreg Brondwulf pedig gyártja nekünk ezt a hőgépet, ami lehűti majd ezt a területet. Remélem. Ezt előre kéne venned. Nincs elég alapanyagunk hozzá, ez lehetséges. Itt van 15 fa. Valahonnan mi kéne fát vágni, és akkor lenne rá alapanyag, úgyhogy a parancsok közt ki is osztom, szerintem akkor ezt vágjuk ki, ezt a maradék pár fát innen. Jó, és erre a feladat gyorsan rá kéne küldeni valakit, aki ezt el tudná látni. A rendkívül melege van az abban, hogy az most pont, hogy hűsölni jön ide ez az emberünk. Hát itt szaladgálnak a barátim, Mary nővér meg itt kiányta a bellét, úgy látszik, hogy erős mérgezésben van, úgyhogy szerintem neki átállítjuk akkor a korlátozását, és Mary nővért most már nem engedjük ki a mérgező csapadékra. Azt mondja, hogy fedett körzetben tartózkodhat innentől kezdve csak. Jó, van, az erős mérgezés az már tényleg nem játék, ezután jön az, hogy elájul, kidől, és utána vihetjük az ágyba. Valakinek viszont tényleg be kéne foglalkoznia kéne azzal, hogy tűzakosztit most szórakozik az élvezeteivel foglalkozik, hát jó van, azt vigye fel maximumra, de úgy látom, hogy a szárasztáp készletünk is kezd kifogyni, úgyhogy mindenképp kell még készítenem pár szárasztápot, így nem akarom, hogy a csorda megpusztuljon, hogy valaki hasznosabbá tehetné magát itt. Elveszett vász, oké, viszi a fát, de valaki vághatná is a fát, öringő kokó, vagy csocsó. Megy biztonságos hőmérsékletre várakozni. 24 fok van ebben a szobában, hála ennek a párolóktatónak, ami ilyen vízzel párolóktatásával csinál. Alacsony hőmérsékletet, de például a mellette jövő szobában meg 50 fok van. Hoppá, úgy látom, hogy Vegs súlyosan beteg. Aha. Na jó, akkor Vegs-et elengedjük, hogy ez egy ilyen egyik emberünk volt, aki... Fogd előtt, Vegs. Elfogjuk újra, oké, betesszük az ágyba, aztán meg elengedjük, hogyha megjavult az állapota. De nem foglalkozunk vele, szóval nem igazán fogjuk gyógyítgatni szerintem. Na jó, van, Mary nővér hol van? Persze kim van, mikor megtiltottam neki, hogy kim legyen, de az a baj, hogy a kint engedélyezett területek köztül még mászkálna ilyenkor, úgyhogy ezt a fedett körzetet inkább átalakítom. Az hol is van a korlátozások, építés, körzetek, és a fedett körzetet át kell állítanom, úgyhogy hogy ne használja ezeket a körzeteket, és akkor nem fog elmenni ezekbe a körzetekbe az, akinek megadtam, hogy ne hagyja a fedett körzetet, mert ugye a két fedett körzet között mászkált, és ettől függetlenül ugyanúgy kimegy a fedetlen környezethez. Na, de akkor ilyentől kezdve Mary nővér itt fog malmozni. És igazából nem fog semmi se csinálni, de a lényeg az, hogy biztonságban van. És beköszöntött az éjszaka, úgyhogy mindenki szépen aludni tér, úgy látszik. Viszont lesz egy-két emberünk, aki hőségben alszik, például Mary nővér. Bár ez elég nagy hülyeség tőle, nem értem, hogy miért itt alszik, lehet, hogy ezt meg kell szüntetni, azt mondja, hogy ezt lezárom, ezt beálltunk rá egy tulajdonost. Ezt elveszem innen, és be kéne állítani azt, hogy ezt ne használják, ezt az ágyat. Betegeknek fenntartva. Innentől kezdve Mary nővér, akkor elvileg.
Úgy dönt, hogy ön akkor nem alszik tovább. Mondjuk ennek annyira nem örülök. Jobb lett volna, ha át tudunk küldni máshova aludni, de úgy látszik ez alatt a rövid idő alatt annyit pihent, hogy nem. Nem akar már visszaaludni. Nézzük a kint lévő embereink, akik viszont kint mászkálnak a mérgező esőben, azok milyen egészségi állapotban vannak. Például elveszett Vász már annyit mászkált ki, hogy közepes lett a mérgezési szintje. Öröngő csocsó pedig el van, úgy látszik. És mi az ő terve? Behozza a fát. Az jó, az végül is tök jó. Mert építenék még egy-két ilyen hőmérséklet szabályozó dolgot. Hát nézzük csak, nekem 9 emberem van, ide 6-ot tudok elhelyezni, ide jön a 7. és igazából mellé feküdhet még valaki, hogyha nagyon muszáj. Tűzrakó Astrid viszont nagyon helyesen készíti a szárasztápot. Csak nem tudom, hogy ez több... Aha, hogy ez több anyag kell. Ohó, Melli nővér tökre elájult. Kezdődik. Mentésre vár. Jó, akkor viszont az lesz, hogy ezt átrakjuk betegeknek fenntartott állapotba, és elveszett Vásznak kéne megmentenie őt. És az a vicc ezekben a közösségi hálószobákban, hogyha bárki mászkál ki be, akkor megzavarja a többiek álmait, és akkor rosszabbul fognak aludni, rosszabb lesz a hangulatok másnap, úgyhogy ez tök fura, hogy belép valaki, és már is ilyen mindenki mérges. Hát ezt nem tudom, hogy miért kelt fel? Ja, ennyi volt a mentés, most már így jól vagy? Ez így nem király. Ezt állítom át betegeknek fenntartva állapotba. És akkor végre odafekszik, ahova kell a hűs szobában. Na, ezt akartam elérni, hogy akkor jobban legyen az állapota. Persze az, hogy belépett, megint mindenkit megzavart. Na jó van, akkor nézzük csak. Hát itt az éjszaka közepén most már csak egy emberünk van, azt hiszem, talpon. Illetve a tűzrakó Astrid is biztonságos hőmérsékletben várakozik. Nem, imádkozik. Ez tök jó, hogy tudnak imádkozni. Az lenne a legjobb, hogyha lenne valamilyen kijelölt templom. Templom, amit benne már imádkozhatnának valamilyen kijelölt istennek, és akkor nem szükségtelenül építettem volna ezt az egész templomot ide. De hát mindegy, ez csak az én hóbortom volt, de egyébként nagyon hasznos épület, mert hát tényleg itt rengeteget raktározhatok dolgokat, a csordát behozhattam ide, itt tudok kaját csinálni, kajaraktárat, és ugye itt ez menedéket nyújt ugye az embereknek is, akik itt alszanak. Igazából amíg nem volt hőmérsékleti probléma, és nem kellett egy ilyen kis szobában elkészítenem egy ilyen alacsony hőmérsékletű termet, addig itt aludtak a nagy teremben, és egyszerűen imádták, szóval nagyon király volt, mert mindig azt írták, hogy ilyen gyönyörű helyen elítkezett, gyönyörű a hálószoba, illetve a barak, mert baraknak tekintették azt, ahol több ágy volt, és azt mondták, hogy ez egy nagyon szép barak, és akkor miatt plusz pontokat kaptak a napjaikban. Úgyhogy ez így nagyon poénos volt. Hogy létrehozok egy ilyen gyönyörű templomot, és ők értékelték. És ez tökre tetszik. Na, Vegs az rohadt beteg, úgyhogy el kéne engedni igazából, hogy betegeskedjen máshol. Nem akarom, hogy az én felügyeletem alatt meghalljon, mert az, hogy már elég ciki lenne. Úgyhogy lehet, hogy öröngő csúcsúval kéne ezt a feladatot meglépni. Ez a szárasztápgyártás, ez nagyon, nagyon gagyin megy, mert nem tudom, hogy idehoz egy rakásanyagot, és ilyen lassan gyártja. Igazából az lenne, hogyha ide halmozná közelre a dolgokat. Mert az, hogy a húsokat ide teszi, az rendben van. Aha, és ebbe a szobába is kellett volna raknom egy ilyen hőmérséklet szabályzó dolgot. Mert most egyelőre úgy néz ki, hogy itt alszik elveszett Vávszkint a hőségben. Egy ilyen laza 45 fokban. Tűzrakó Astrid mondjuk jó, egy ilyen 23 fokban alszik, viszont Öröngő Csocsó egy ilyen 36 fokban alszik. És azt mondja, hogy 23 fok van itt is. De jó, rágyorsítok az időben, most mindenki alszik, és akkor a holnapot már úgy kezdjük, hogy egy kicsit akkor... Ki ez a kis súlyos beteg, a Vegs? Hát igen, őt el kéne engedni. Mi a terved? Szárasztápot gyárt, nagyon jó, készüljön csak a szárasztáp, és készüljön az étel is. Valaki csináljon kaját majd. Egyik Rinyiknek kaját kéne csinálnia. Behoztunk elvileg egy rakásfát. Itt van még fa 34. Na, azt be kéne hozni. Tűzrakó Astridnak kéne fát hoznia. Ne, ja, mondjuk ő szárazták, hogy gyert. Valakinek be kéne cipelnie igazából a kaját. Ide, hogy Tűzrakó Astridnak ne kelljen állandóan. A ríshez nincs engedélyezve üres hely. Na, ez érdekes. Akkor ide engedélyezünk egy üres helyet neki. Zöldségek, rizs. Ide engedélyezve van, csak nem üres. Ezt el kéne pakolni, ezt a sok bőrt innen. Akkor táncos talának azt mondjuk, hogy ezeket így pakolja el innen, mert ez egy kaja terület, ahol most nem kaja van.
Mi egyik a sinyéknek meg azt mondjuk, hogy töltse fel fával a fa tüzelésű kemencét, és tök jó, mert igazából innen fel fogja tölteni, remek. És akkor ő majd megpróbálja elgyártani gyorsan ezt a maradék húst, ami egy nap múlva megromlik, kevesebb, mint egy nap múlva megromlik. Úgyhogy ezt a hús mennyiséget biztos nem fogom tudni feldolgozni, de amennyit lehet feldolgozó belőle. Amellett, hogy biztosítottam végül is az embereimnek már azt, hogy ne aludjanak hőségben. Ugye ez a legfontosabb talán, hogy az alvás az ne a hőségben történjen. Viszont itt még alakítanék ezen a termen. Áttelepítjük ide ezt a kis izét. Csak öröngő csocsónak kéne kiadni ezt a feladatot. De látom, hogy ez egy táncos dal már rászuppant erre a feladatra, remek. És akkor, hogyha átrakta oda, akkor megépítünk ide egy ilyen passzív fűtést, hogy ez a terem is egy kicsit jobb legyen akkor. Csak neki is ezt fel kéne építenie, és ahhoz, hogy felépítse, ahhoz neki fát kéne hoznia ide. De tényleg az a baj, hogy ilyen nekem nagyon nagy terveim voltak, hogy egy ilyen egész birodalma. Hoppá, hoppá, hoppá. Dan nevet adta neki Fiatal Buffalo 2, miután hozzádörgölőzött. Ez annyira király, hogy ilyen kis apró események tarkítják itt az életünket, hogy egy ilyen neve sincs Buffalo összebarátkozott az egyik karakterre, és akkor kapott egy nevet, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve az egy kedvenc állatkája lesz, és hogyha meghal, akkor nem fogja jól érezni magát. Tűzrakó Astrid. De tök jó, hogy ezek így automatikusan megtörténnek, ezek a kis események. Na, szóval, hogyha sikerül ezt megoldani, akkor és túléljük ezt a hőhullámot, meg ezt a csapadékos időszakot. Véletlenül, hogy enyhe mérgezés itt van az embereken, de ez nem gond egyelőre. Enyhe összeomlás veszély. Várjunk csak, el kéne engedni őt. Mindjárt mondjuk öreg Blomgurtnak, hogy engedj el. Eszméletlen állapodban nem lehet elengedni. Egyikosanyik mit csinál? Egyébként azt hiszem, hogy fát cipel? Ja, fát vág? Nem azt kell csinálni, hogy főznie kéne, az lenne most a legjobb. Jaj, örjöngő főz. Lehet, hogy neki is jó a képesség a főzésre. Jaj, egy hetes képesség az egész jónak számít az én embereim között. Majd egy súlyos betegünk, lehet meg fog halni, de hát még mindig jobb, mint hogy az én emberem volna meg. Fegyetlen vadász, hát az legyen a legkevesebb gondunk egyelőre. Gyarmatos tétlen. Öreg Blomgurt nem dolgozik. Jó, akkor adunk neki egy kis feladatot szerintem, és építsük meg ezt a palatömbökből álló. Hát ez egy ilyen kerítés, amit én palatömbökből raktam össze, ez ilyen szép fekete, és nagyon gondolkodom azon, hogy ezt az egész templomot ilyen feketére átépítsem. Lesz majd a közepén egy ilyen vörös szőnyeg, ami elvezet itt a székek közt, úgyhogy nagyon királyú fog kinézni. Tényleg egy ilyen olyan épület lesz, amire büszke vagyok, hogy felépítettem, bár így jutok belegondolva, most már nem olyan nehéz egy ilyet felépíteni, de az elején még az volt. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen órán átépítettem, vagy 45 percig, míg összeszedtem hozzá a homokköveket, és akkor azokat blokkokét legyártottam. Nem volt semmi. Szóval itt ennél a kőműhelynél le kell gyártani a blokkokat, és akkor ezek itt elkészülnek, ide átkerülnek, és akkor ezeket viszik aztán, és így beépítik a helyükre. Így működik a gyártás, hogyha ilyen kőből akarunk építeni valamit. Egyébként nagyon tartós dolgok, szóval kőből építeni valamit a legjobb. Ezek tűzálló dolgok, szóval egészen jól védenek. Bár egy vastagabb kőfal védeni igazából a legjobban a tűztől, de így a játék elején szerintem, hogyha nem ég le a házunk, a padló meg minden, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy az úgy jó. Nem készül a száraz táp, tűzrakó Astridnak van fenntartva ez a feladat, aki még mindig hozza ezeket be. Ide a szárasztápot kiveszem innen. A szárasztáp kerüljön át máshova. Merinövér hogy áll egészségügyileg? Erős mérgezés, megkarapták a törzsét. Hát neki nem kéne dolgoznia, de most nem tudunk ezzel mit csinálni, úgyhogy azt mondja, hogy ezeket a bőröket kéne elvinni innen. Ja igen, ő tiltott területen van, igen, persze, mert itt bent tevékenykedik. Szerintem az úgy rendben van, akkor maradjon bent, és meg fog szűnni a mérgezés szép lassan. Pakol, cipel, úgy látszik, hogy rendezkedik így magától, ennyit csinál. Elteszi a dolgokat, amik nem odavalók. Most nem tudom, hogy mondjuk, hogy a... Ja, most enni megy.
Azt, ja nem, most takarít. Nagyon helyes. Hát persze a környezetünknek nagyon rendben kell lennie. Tűzrakó Astrid viszont megeszi ezt orszorú hús, azt rohadt gyorsan felejtsd el. Hát mindjárt elkészül a kaja. Teszed le? Úgy. Na. Úgy látszik, a legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerült annyi kaját készítenem, hogy túl termelésünk legyen ételben. Öreg Bromwolf úgy látszik befejezte a munkát a fallal. Úgyhogy itt még lenne meló a kertnek a köveinek a lerakásával, csak úgy látszik gránit nincsen nálunk, de most ez lesz a legkevésbé fontos dolgunk. Most tényleg azt kéne intézni, hogy ez a hús ne romoljon meg, legalábbis nem mind. Az emlőm, hogy Vándor Arnold dolgozik. Mit csinál? Ne, ó, a sok fákját akarja feltölteni. Ez hülyeség. Ezt kéne elkészíteni, csak az a baj, nem tudom neki odaadni feladatba, hogy ne azzal foglalkozzon. És itt a fa kezében, ami tök menő, szóval ezt így le kéne tiltanom, hogy ezzel így ne foglalkozzon senki. Mert az a baj, hogy elhasználják a fákjáknak a feltöltésére a fa készleteimet. Mikor nekem tökre arra kéne, hogy másra használják el, de azt meg nem lehet addig kiadni nekik parancsba, ami nincs annyi fa a birtokomban, amit elhasználhatok arra, hogy elkészítsem azt, amit szeretnék. Ilyen alapon mindig az első a fákja feltöltés lesz, ami egy hülyeség, ami nem egy fontos dolog. Kijelölünk még pár adag fát. Hát igen, igazából, hogyha most utólag belegondolok, akkor lehet, hogy előrébb vettem volna a hűtőrendszer készítését, de úgy voltam vele, hogy fent tudom tartani egyik napról a másikra az étel készleteimet. És igazából fent is tudom tartani, bár igazából nagyon jó lenne beültetni ezeket a kerteket minél előbb, mert oké, van még 200 burgonyám, meg 141 rizsem, de elég hamar el fog fogyni. Szóval igazából nem is baj, hogy már ültetés alatt van ez a kert táncos dala által. Tűzrakó Astrid is megy ültetni, az remek, öröngő csocsó, meg főz. Jó van, főzzön csak. Meri nővér takarít, nagyon hasznos, remek. És azt mondja, hogy öreg Bromwolf az, aki nem csinál, ég adta világon semmit. Na, neki kéne adni valami feladatot. Azt a fegyvert vegye fel először is. És örülnék, hogyha nem a hőhullámban sétálgatna, mert ez tök nagy hülyeség. Az a baj, hogy öreg Bromwolf nem képes a cipelése, pedig az egy nagyon alap dolog lenne, amit nagyon tök jó lenne megcsinálni. Hmm. Jó, bérgyűkösségeket meg Frankonit hagytuk. Vedd előre ezt a cipelést inkább. Takarítsd el innen a dolgokat, hogy tudjunk. Elveszett Vápsznak mi a terve vajon erre? Jó, már biztonságos hőmérsékletben megy várakozni. Egy kicsit túlmelegedett. Vérgyikos Inyik pedig megy fát vágni, nagyon jó pont erre van szükségünk. Öreg Bromwolf viszont nem tud semmit se csinálni. Úgyhogy elvileg neki igen, elég korlátozottak a feladatkörei. Öreg Bromwolf tud orvoskodni, tud pihenni, tud. Az, igen, az remek, az derék munka. Felügyelő az mondjuk jó, vadász, építész, hát igen, ezek olyan dolgok, igen, amik nem kovács. A kutató az mondjuk tök király, elég nagy a kutatási képessége is, úgy látom, csak éppen lebontottuk a kutatói padunkat, hogy legyen elég hely itt a templomon, hogy biztonságos környezetben aludjanak. Mennyi nővér Ivinek elnevezte az egyik állatunkat. Nagyon jó itt. Úgy látom, hogy azt, hogy a templomba bekerültek az állatok, közelebb hozták az emberekhez őket, és elkezdték elnevezni őket, hogy így egy ilyen kicsit inkább egy környezetben élnek. Úgyhogy ez tök menő végül is, hogy ez is megtörténik. Szárasztápot gyárt, vérgyilkos, Rinyik. Vándor Arnold pedig úgy látom, hogy pihen, ami tökre nem korrekt, mert egy válsághelyzet közepén vagyunk még mindig, úgyhogy ezzel valamit tenni kéne. Vegs meghalt hőguta miatt, úristen, nagyon elhanyagoltuk. Jó, hát nem volt idő foglalkozni vele, de hát szerencsétlen. Ő nem volt klántag, úgyhogy örülök neki, hogy nem egy emberem volt meg. Ennek örömére nyomok is egy mentést. És elvezik Drengel 3-ra. Jó van. Na, szerintem ezzel jó úton vagyunk arra, hogy kilábaljunk ebből a válságból, de igazából úgy látom, hogy a hús az nem sokára meg fog romlani, viszont azért eléggé jól lepusztottuk itt a húskészleteket. Ezeket a csontokat majd el kéne rakodni innen, ilyen hatalmas elefántson, meg minden itt hever a hentesnél. Itt majd kialakítok egy ilyen füves részt, ahol az állatok el lesznek, és akkor rögtön behozhatom őket ide a vágóhídra. Kb. Így képzeltem ezt a hentes dolgot, itt lesz majd még két hentes pult.
Aztán nem tudom, még építeném, még bővíteném nyilván a falut, mert eddig csak egy templomunk van, egy fogadunk, egy szobunk, meg egy hentesünk, és még kérem egy börtön is mondjuk, egy rendes kutatóhely, központ, raktárak, rendes mezőgazdaság, bár az most készül igazából, szóval ezzel nincs gond. De szóval még lenne mit feladatot adni nekik. Itt löptük szét azt a bandát, aki ki akart nyírni minket, itt van a sok hulla, meg minden véres, ezt is el kéne tüntetni. Mandurálnól a fát kéne cipelni a leginkább. Jó, de ez így egész jónak tűnik ez az egész, mert most tényleg ezt a szobát mondjuk ki kéne adni valakinek, mert ez egy egészen nagy szoba, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát benne, úgyhogy kár lenne kárba veszélyteni. Építünk ide egy hőmérséklet szabályzó dolgot, szerintem. Ja, ide még nem készült el? Ezt tökre meg kéne oldani. Egy megoldás lenne rá egyébként, hogyha kijelölök egy raktárterületet a kivágott fa alatt, akkor innen elhozhatja ezeket a fákat, hogy megépüljön az, amit szeretnék. Szóval ezt ide kijelölök, ide raktárt, mint hogyha ennyim lenne az a fa, csak úgy fogja érzékelni, mint hogyha meg lenne. Ezt is kijelölöm, ezt így el. És akkor azt mondom neki, hogy vedd előre a passzív fűtő építését, és ez meg is fog történni. Na, úgyhogy akkor szépen viszi a fát oda, és majd egyenként összerakja. Na, a lényeg az, hogy a csordát megmentettük, az embereim nem túl mérgezettek, és a hőgutában nem szenvednek, és igazából kezd kultúráltabbá válni ez a templom belső rész is. Már nincs annyi hányás a földön, meg szemét, úgyhogy szépen megy ez a dolog, de tényleg ez most egy ilyen komolyabb válsághelyzet volt, amiben kénytelen voltam néhány drasztikus lépést meghozni, döntést. De így utólag már örülök neki, hogy ez így összejött, szóval, ja, legelőször nem sikerült ezt átvészelni, úgyhogy ezt mondtam már, hogy ez egy elmentés, amit most másodjára vagy harmadjára hozok be. De úgy látom, hogy ja, ez így most teljesen rendben működik, és az embereim nem halnak meg. Aztán majd valószínűleg innen el fogunk költözni erről a területről, annak ellenére, hogy itt egy ilyen nagyobb birodalmat készülök felépíteni, de tényleg arról van szó, hogy úgy látom, hogy ez a sivatagos hely nem túl megfelelő az életre. Szóval itt nagyon sok a homok, az a sivatagi homok, ami ahova csak építkezni tudok, és nem tudok termelni meg ilyenek, úgyhogy azt hittem, hogy a szavanna az... annak lesznek előnyei, de én úgy látom, hogy csak hátránya van. Oké, a tél nem olyan hideg, de inkább szövök egy-két kabátot a népnek, mint hogy azzal kell szívnom, hogy itt a rengeteg homok gátol engem abban, hogy kiterjesztem a birodalmat. Ja, egyébként itt látható ez a csík, ez egy ilyen acélból készült vezeték, ide pedig szélerőműveket szerettem volna gyártani, de ez sem készült el. A tervrajz már megvan, szóval az elektromosságot már felfedezte a banda, de még mindig fáklyákat használunk, hiszen a napkitörések azért néha betehetnek nekünk azzal, hogy az összes elektromosságot kiütik, és nem is igazán tudtam átállni még arra, hogy elektromos rendszereket építsek, mert az egyetlen vezeték egy nem létező hőerőműhöz fut, amihez olyan anyagok kellenek, amiket én még nem szereztem meg, de nem sokára meg lesz az is, és akkor felépülhet ez a dolog, de most fontosabb volt ugye, hogy az élelmmel foglalkozzak. Na, jó, de hát akkor a következő feladat az lesz szerintem, hogy fát fogok még hozni, folytatjuk az élelemtermelést, meg próbálom elhasználni ezt a húst. Hoppá, ezek el is tűnt. Oh yeah! Vagy várjunk csak áttettük máshova? Nem, tökre elhasználtuk a húsokat. Rengeteg száraz táp van mondjuk, az igaz, szóval itt van egy rakás száraz táp. Finom ételből viszont nincs sok, szóval ételünk most jelenleg nincsen, úgyhogy ezzel nagyon foglalkoznom kell, hogy az fel legyen töltve. Igen, de akkor a következő feladat az lesz, hogy a népnek kell ellátást adnom, megfelelő élelemellátást, és akkor kilábaltunk gyakorlatilag ebből a válságból, a hőhullámnapokon belül valószínűleg véget ér, és azután már csak ez a csapadék marad, ami már egy nagyon hosszú ideje tart, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem sokára az is véget ér, és akkor újra virágzásnak indul a birodalom, a kis kolóniánk, és akkor elkezdhetek építeni újabb házakat, gondolhatok arra, hogy legyen mondjuk, tudom is én, valami más mesterséget űző embernek valami otthona, hogy itt a hentesnek is van egy saját háza, meg a szabónak. Fegyverkovács is kell majd, azt is szeretném kitanulni, illetve azt hiszem már kitanultam, úgyhogy ja, lesz majd egy fegyverkovácsunk, lesz majd egy ilyen kő törő emberünk, akinek ide építek egy ilyen kis
egy ilyen kőfejtőt ide hatalmas egy mellé, és akkor rengeteg követ fogunk termelni vele, és annak is lesz valószínűleg egy otthona, és kell egy erdész is, aki majd fákat ültet és vágja a fákat, és akkor rengeteg fát be tudok raktározni, és akkor nem lesz az, hogy egyenként kell rohangálni érte. Szóval ezek a tervek a jövőre, aztán ki tudja, hogy meddig jutunk el benne, mert folyamatosan nehezedik a játék, és most is egyre nehezebb dolgoktól, nehezebb helyzetek következnek, és egyre komolyabb ellenfelek jönnek be a pályára, legutóbb ágyúval lőttek, ki tudja, hogy mikor jönnek ránk lézer fegyverrel, és még mindig csak nyilakat használunk, úgyhogy általában az első kolónia az nem szokott sikeres lenni. Ugye nem tudom is, én pár évig el lehet lenni benne, de később már nem, úgyhogy én erre számítok, valószínűleg talán el tudunk vándorolni, hogyha az állatokat sikerül befognom, feltenni rájuk ezeket a gyeplőket, meg ezeket a dolgokat, amiktől ilyen cipekkedésre alkalmasak lesznek, és akkor az állatokkal együtt el tudunk vándorolni innen egy élhetőbb környezetbe. Szóval egy ilyen kis népvándorlást tervezek majd egy idő után, de addig még építkezünk, és megpróbáljuk kihozni a helyből a maximumot, hogy addigra, mire elvándorlunk, már fullosak legyünk, úgyhogy az elvitt cuccok is jók legyenek például. Meg hát ahhoz, hogy az állatokat ugye felszereljük erre az útra, ahhoz is fejlődnöm kell még. Úgyhogy ez a terv, és hogyha ezt megérem, akkor kíváncsi vagyok az új helyen, mennyire lesz nehéz majd az élet. Lehet, hogy ezt a következő epizódra majd meg tudom valósítani, vagy a következő epizódra kiterjesztem a várost, illetve lehet, hogy a következő epizódra elpusztul minden, mert lehet, hogy valami olyasmi történik, amit nem tudok majd kezelni, de az biztos, hogy a következő állás, hogyha újra kezdem, mert biztos újra kezdem, az már sokkal inkább máshogy fog kinézni, mert már egy kicsit jobban fogok hozzáállni az egészhez. Na, de akkor ennyi lett volna már a Rimworld, sikerült túlélnünk ezt a hatalmas hőhullámot eddig, és ezt a mérgező csapadékot jelenleg, és egyelőre mindenki rendben van, aminek örülök, de akkor majd meglátjuk, hogy tudom-e folytatni ezt az állást, vagy se. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, én pedig köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!